Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák Anikó. 7 óra 6 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek a szerkesztő Nagy Teodóra nevében is. Június 27-e van és László napja, illetve már is tévedek, mert nem 27-e, hanem 30-a van, én a nyaralásból tértem vissza, hallgassanak minket, az a biztos extrém meleg lesz, 38 fok lehet ma is, úgyhogy vigyázzanak magukra. Lássuk, hogy itt reggel nálunk az aktuálban mi mindennel várjuk Önöket. Ismét módosítanák a kormánypártok az alaptörvényt, tudják, hogy lehessenek vármegyék meg ispánok, de az is terv, hogy ugyanazon a napon lehessen tartani az önkormányzati és az európai parlamenti választást is. Karsai Dániel alkotmányjogásszal beszélgetünk majd mindjárt. Aztán új kiegyezésre van szükség az Európai Unióban, legalábbis a Jobbik szerint. Elmondják majd, hogy mire gondolnak, és hogy támogatják-e most végül vagy nem ezt a lett hatházi törvényt. Újhely István nem indul elnökként az MSZP élére, de akkor ki? Lesz-e egyáltalán pártelnök, és vannak-e valóban belső harcok? Molnár Zsolt pártigazgatót fogom majd kérdezni. És a DK nagyon aggódik, üzemanyag hiánytól tartanak, hogy miért, ezt is elmondják majd az óra végén. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ismét módosítanák a kormánypártok az alaptörvényt. Egyrészt azért, hogy vármegyék lehessenek a megyékből, másrészt pedig azért, hogy ugyanazon a napon lehessen tartani az önkormányzati és az európai parlamenti választást. Az indoklás szerint az előbbi tisztelgés az 1000 éves államiság előtt, az utóbbi pedig spórolás. Ezen kívül a frakciók és a vagyonnyilatkozatok rendszere is módosulni fog. A módosításokról Karsai Dániel ügyvéddel, alkotmányjogásszal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Bár ezt egy betonbiztos alaptörvénynek vélik, ez most már a 11. módosítás, amire készülünk. Ez szokványos? Egyáltalán nem szokványos, illetve hát én úgy gondolom, hogy nem is nemzetközi kitekintést kell nézni, hanem mindig a magyar valóságot, mert ugye azért a világ elég nagy ahhoz, hogy mindig mindenre, meg mindennek az ellenkezőre is találjunk valamilyen nemzetközi példát, hogyha nagyon erőlködünk, de hát minden ország más. Én úgy gondolom, hogy az, hogy 10 év alatt 11-szer módosítja a Fidesz az alaptörvényt, az végtelen módon erodálja a saját legfőbb és egyik, szóval számukra legnagyobb büszkeségre okot adó jogi produktumuknak az elfogadottságát, meg hát egyszerűen a legitimáciát. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most akkor nincs alaptörvény, vagy az a jog betűje szerint nem érvényes, vagy az a módosítás nem lesz érvényes, hanem azt a funkcióját egyre kevésbé képes betölteni, amiatt az állandó módosítatás miatt, hogy a közös ügyeinknek egy valóban szilárd és megbízható bázisához szolgáljon, és ezt nem azért mondom, mert mondjuk a 11. módosítással esetlegesen szakmai problémám van szakmai problémám, hanem mint választópolgár, meg állampolgár, hát hogyan bízzak meg egy olyan alaptörvényben, annak bármelyik betűjében, ami lehet, hogy holnap már megint meg fog változni, akár a teljesen ellenkezőjére, valami teljesen másra, és ez nagyon szomorú. Tehát én alkotmányjogászként ezt én nagyon szomorúan nézem, hogy napi politikai érdekből módosítgatunk, és egy legfőbb jogszabályt, ez szerintem kis kutatásra sok kormány rendeletet tudunk mondani, hogy kevesebb szer módosodott az elmúlt 10 évben. Tehát ez rettentő szomorú, és hát ráadásul a tartalma is olyan a módosításoknak általában, hogy tényleg, hogy említettem, napi politikai érdeket szolgál, mint ugye a jelenleg is az asztalon lévő két módosítás. Hát az Európai Uniós választások egybemosása az önkormányzati választásokkal nyilvánvaló politikai érdeket szolgál, hiszen racionális indoka nincs. Az egyetlen felhozott indoka az egyébként összesen tokkal vonóval 4 oldalas előterjesztésnek, hogy ebből pénzt takarítunk meg. Az előterjesztés szerint 10 milliárd forint megtakarításra lesz így mód. Ez így elsőre ugye nagyon szép megtakarításnak hangzik, hát én magam is, hogy gondolom ez a magyarokkal azonosan, és se láttam ennyi pénzt együtt, ennek még a töredékét sem, de hát a magyar költségvetés egész fő összegét nézve, hogy ez egy kerekítési tétel sem. Hát csak Giro d'Italiára eltapsikolunk 8 milliárd forintot, Vizes Vb-re eltapsikolunk 30 milliárd forintot, tehát ez nem számítana, és még ha számítana is, én úgy gondolom, hogy ha van olyan kérdés, amire mindegy költeni kell, az egy választás. Hiszen az egy demokráciában talán a legfontosabb, de az biztos, hogy az egyik legfontosabb esemény. Tehát az egy választásnak és annak a megfelelő lebonyolításának nem lehetnek
anyagi korlátai, nyilvánvalóan az észszerűség keretein belül, de itt nem erről beszélünk. Tehát a fölhozott indok nyilvánvalóan hamis, akkor meg csak ami marad az a valóság, az, hogy más indok van, az meg, ahogy a Fidesz eddigi működésénkor mindig is volt a választási jogszabályok, legyen az alaptörvény, vagy a tételes jogi szabályok módosítása, mindig valamilyen saját hatalmi célt szolgált, ami lehető mindig legerősebb eredmény elérése. Ebben az esetben is ez van. Sokan sokszor elemezték ezt már. Valószínűsíthető, hogy a két teljesen különböző téma egy időben tartása az egy blokkban induló, egységes blokknak tűnő Fidesznek fog kedvezni a szétforgácsolt ellenzék ellenében. Persze, ezt majd két év múlva meglátjuk, akár vissza is üthet, de a módosítás, mivel el nem fogadható aljas öncélú hatalmi célt szolgálni, gondolom, hogy alkotmányosan nem elfogadható, és érte a jogállamiság elvét, mert ilyen célból nem lehet alaptörvényt módosítani, meg fogják tenni. Azzal is indokolják ezt a módosítást, hogy így akkor valószínűleg majd többen fognak elmenni szavazni, mert hogy mondjuk egy LP választásra nem szokott elég erős részvétel lenni. Hát ez egy mellékszág, ez is egy olyan érv, ami hangzik valahogy, de önmagában nem szolgálhatna az alaptörvény módosításául. Számos egyéb mód van arra, hogy rávegyük a állampolgárokat a választásokon való részvételre. Például egyébként azt sem eredtek gondolat, hogy mondjuk kötelezővé tesszük a választásokon való részvételt. Vannak a országokon számos választáson kötelező részvételt, de nem kell ideig elmenni. Ez az ötlet egyébként mondjuk a magyar jogrendszertől idegenellenes, sose volt semmilyen, tudtam már semmilyen választáson kötelező részvételt, de ez is önmagában nem indokolja szerintem azt, hogy egy időben kerüljön megtartásra, folytassunk olyan választási kampányt, ami felhívja az emberek figyelmét mondjuk az Európai Unió jelenlegi problémáira, vagy az önkormányzati választások során a helyi ügyekre, és akkor minél? És akkor nagyon sokan el fognak menni, meg lehet tenni, ehhez nem kell alaptörvényt módosítani, ez inkább logisztikai, politizálási probléma, mint alkotmányozási. No, mi, akik nem vagyunk alkotmányjogászok, azért segítsen nekünk ezt elhelyezni, hogy egyébként ez most jelenleg hogy szerepel az alaptörvényben? Tehát miért kellene, vagy kötelezően kellene külön időpontban tartani ezt a két választást? Más időpontban van, tehát az időpont máshol van meghatározva az alaptörvényben. Ősszel van a választás, az önkormányzati választás, bocsánat. És ugye hát az Európa Parlamenti választás meg minden 5 évben tavasszal. Úgyhogy emiatt kell most ezt most átírni, illetve hát ezért akarják be egy időpontra tenni. A néhány ellenzéki párt szerint például mondjuk az is, aki azt mondja, hogy jó ötlet összevonni, azt mondja, hogy viszont akkor a mandátumátvételt is át kellene tenni, mert hogy így ugye eltelnek hónapok a mandátumátvételhez képest, és ez visszaélésekre ad hat esetleg okot. Ezt is egyébként, hogyha ezzel élne a kormányzat, az alaptörvényben kell módosítani? Hát valószínűleg, de ez az ötlet, meg hogyha ellenzéki oldal is jön, nekem olyan nem szégyellem, ezt most hallom, ezt az aspektust most hallom először, hogy mit értünk mandátum átvétel alatt. Nem biztos, hogy tudom érteni, ez is, hogy biztos, hogy nem. Ugyanis hát ők azt értik, hogy a polgármesterek ne töltsék ki ezt az időt. Hát, de ez az ötlet, nagyon gratulálok, ha ellenzéki oldalról, hogy biztos, hogy az alaptörvény, és hát gondoljunk bele, akkor mondjuk fél évvel, vagy 4-5 hónappal, 3-4-5-6 hónappal, akkor megrövidítjük Kecskemét polgármesterének a mandátumát, vagy Szolnokét, vagy a budapesti főpolgármesterét, akit demokratikusan mi ugye 5 évre megválasztottunk, és azt mondtuk, hogy 5 évig te legyél. Elfogadhatatlan, nem elképzelhetetlen, mert Magyarországon már minden elképzelhető és mindenek az ellenkezője is, de ez biztos, hogy nem elfogadható. Ebben a részében a benyújtott alaptörvény módosítás konzisztens, hogy előre lesz hozva a választás, tehát mondjuk 4,5 évvel a megválasztott önkormányzati képviselők mandátumának lejárta előtt, és nem 1-2 hónappal előtte lesz megtartva a választás, mint az szokásos, de hát nem léphetnek fél évvel előbb hivatalba, mert akkor az előző választás eredményét írom fölül, hiszen én 5 évre választottam meg őket, akik most ugye az önkormányzati pozíciókat betöltik. Nem lehet visszamenőlegesen utólag csökkenteni az ő mandátumokat, hiszen a nép a maga végtelen bölcsességébe ennyi idő adott mindenkinek felhatalmazást, közhatalom gyakorlására és közjogi pozíció betöltésére. Na nézzük a másik. Ez
ezt gyorsan felejtsük el. Köszönöm, hogy helyretette. Nézzük akkor a másik módosítást. Itt ugye átnevezésről van szó. Vármegyék főispánok lehetnek. Igen, ugye hát a főispán ugye az nem alaptörvényi szintű módosítás, ugye az nem alaptörvényben kívánják bevezetni, legjobb emlékeim szerint, de javítson ki, hogy csak tévedek, tehát a mostani alaptörvény módosítás az uniós választások időpontjáról és a vármegyék átnevezéséről szól, tehát a megyék átnevezéséről vármegyére. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés, ez elsősorban Gumicson, tehát egyfelől úgy gondolom, hogy arra szolgál, amit egyébként tökéletesen be is töltött, hogy ugye a ellenzéki érzelmi választókat, vagy nem választópolgárokat kicsit triggerelje, és ne foglalkozzanak más fontosabb dolgokkal a közgazdaság és a politika területén, vagy akár a háború területén, ami esetleg valóban sokkal fontosabb, és az életünket valóban befolyásolja. Meg én úgy gondolom, hogy egyébként a jobboldali, szélső jobboldali szavazókhoz is szól, hiszen az ő érzelmeikre meg pozitív módon próbál appellálni. De igazán, és éppen ezért szerintem nem szabad bele túl sokat foglalkozni, figyelme csak a helyén kezelve, de figyelmen kívül se lehet hagyni. Én úgy gondolom, hogy ez is jól mutatja, hogy mennyire nem tekinti valójában alaptörvénynek az alaptörvényt a Fidesz maga, hiszen bármikor tetszés szerint bármilyen színes jelzőt hajlandó beleírni, hogyha úgy érzi valamelyik fantasztikus marketinges valamelyik minisztérium, vagy civil szervezet, vagy egyéb kormányközi szervezetnél kitalálja. Elsőre ártatlannak tűnhet, hiszen tisztelgünk az 1000 éves államiság előtt, nem tudom, hogy ez milyen tisztelgés jelent, de valójában ezek mind olyan érvek és megfontolások, amit ha kicsit közelebbről megnézünk, teljesen elfogadhatatlanok. Tehát a múlt előtti tisztelgés és a múlt figyelembevétele nem jelentheti a múlt visszahozását. Ez hatalmas, hatalmas tévedés, és teljességgel elfogadhatatlan, hiszen a múltban nem lehet visszamenni. Ez jelenleg szerintem tudományos tény, és a Vármegye egy olyan jogintézmény, aminek egyébként valójában a tartalmát most már 2022-ből senki nem tudja megítélni, csak egy percepciója van, de az biztos, hogy archaikus, egy olyan államberendezkedésnek a szimbóluma, amit visszahozni nem szabad és nem lehet. Az biztos, hogy egy autoriter államberendezkedésnek volt az egyik alegysége, amit egyébként ebben a kontextusban nem negatívként használok, hiszen senki nem várja el, hogy mondjuk egy középkori királyság az demokrácia legyen. Az akkor Magyarország volt, jelenleg már nem ez van, ennek a visszahozása csak negatív visszhangot tud szerintem kelteni. Alkotmányosan egyébként értelmezhetetlen, hogy akkor mi lesz ennek a kezdés. Bocsánat, hogy kicsit hosszúra eszetem, de ez nagyon fontos még leszögezni, hogy egy alaptörvényben minden szó számít, hiszen abból új épületek sarjadnak, minden egyenes szóból a társadalom szövete. Ha átnevezzük a megyéket vármegyéknek, abból akár hatalmas következmények is fakadhatnak az önkormányzatok hatáskörére, vagy hogy teljesen a hangsúlyozom nagyon abszurd és csak a példakedvéért mondott példával élve, mondjuk egy vármegye rendszerből adott esetben mondjuk statáriális bíráskodás is lehet vezethető, mert ugye régmúlt időkben volt olyan, és nem tudhatjuk, mert nem tudjuk, milyen alkotmányos kérdések fognak fölmerülni. Szóval teljesen elfogadhatatlan, és nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy csak azért nevezzük át ők vármegyéknek, meg főispánoknak a vezetőket, mert főtitkárnak, meg tanácsnak még nem merik. De ebben az irányba megyünk vissza. Végszóra nagyon röviden, megvan az bárhol határozva, vagy egyébként milyen sűrűn lehet egy alaptörvényt módosítani? Nincs. Tehát nincs módosítás. Nagyon jó a kérdés, érdekes, hogy én sosem merült fel, nincs ilyen korlát. Ha akarjuk, hetente, naponta. Minden második órában, minden kávéhoz. Vagy 30 évente. Nincs. Karsai Dániel alkotmányjogász. Nagyon szépen köszönöm az értető magyarázatot. Szép napot. Én köszönöm a megtisztelő meghívást önöknek is. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Új kiegyezésre van szükség az Európai Unióban, hangzik a Jobbik Európai Unió megújítására vonatkozó koncepciója. A tervet bemutató Brenner Koloman hangsúlyozta, hisznek az európai integrációban, de nem hisznek az Európai Egyesült Államokban, ezért új kapcsolatokat kell építenie Nyugat- és Közép-Kelet-Európának, illetve a polgárokat a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni a döntéshozatalba. A kérdésről Brenner Kolomant, a Jobbik országgyűlési képviselőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is. Na, mit jelent a gyakorlatban ez az új kiegyezés? Ez azt jelenteni, hogy ugye annak idején, amikor az Európai Uniót alapították, olyan kiváló személyiségek, mint mondjuk Konrad Adenauer, de Gasperi vagy Schumann, ők egyébként kereszténydemokrata politikusok voltak, és egy szociális piacgazdaságot hirdettek meg az európai nemzetek jó együttműködésében. Itt a keresztény-szociális alapon politizáló Jobbiknak ez egy előképe gyakorlatilag, és ez nem abban a formában valósult meg, ahogy azt az Európai Unió alapító atyai annak idején elgondolták, illetve az első időszakban, amikor az Európai Unió, illetve hát az előtt szervezetei tulajdonképpen hasonló fejlettségű, nem szovjet-orosz megszállás alatt álló államok közösségévé alakult, akkor ez abban az időszakban, amikor ennek a legnagyobb szezonja volt történelmi szempontból a 60-as, 70-es években, nagyon komoly előrelépést jelentett széles társadalmi rétegek számára Nyugat-Európában. Mi ebből kimaradtunk, hazánk ebből, és a többi közép-kelet-európai állam, a szovjet-orosz megszállás és a kommunista egypártrendszer ebből a fejlődésből kimaradt, illetve a modernizáció egy kádári útján voltunk például mi ebben a nagyon felívelő időszakában az európai társadalmaknak, gazdaságoknak. Az új kiegyezés az azt jelenteni, hogy eddig igazándiból ugye az egész csatlakozási folyamat is arról szólt, hogy mondjuk hazánk teljesítsen bizonyos kritériumokat, és akkor majd felveszik az Európai Unióba. És a 32 éve, amikor a rendszerváltoztatás időszakában mi kitűztük ezt a célt, hogy az Európai Unió tagjai legyünk, akkor mindenki arra számított, hogy jólétet és szabadságot kapnak majd a magyar polgárok, ami persze az egyszer ember szintjén nagyon sokszor ugye úgy vetődött le, én ugye soproni vagyok, tehát nálunk a határszélen Asszia közelsége miatt ugye nyilvánvalóan az volt az elképzelése az embereknek, hogy majd úgy fogunk élni, mint az osztrákok. Hát ez 32 év múlva nagyon brutálisan megmutatkozik, hogy ugyan néha átjártunk mondjuk bevásárolni Asztriába, most a legutolsó időszakot levéve, mert hogy ott jobb minőségű árat kaptunk körülbelül hasonló árszínvonalon, míg a bérek nagyon messze vannak még, nem csak az osztrák, hanem még mondjuk a szlovén vagy cseh színvonaltól is, és ezért kell mindenképpen újra gondolni azt, hogy miről szóljon az Európai Unió jövője, nem lehet, hogy csak a nagyvállalatok, a multinacionális cégek, a bankok járjanak jól, hanem több olyan projekt kell, mint mondjuk a Schengeni övezet, amelynek az előnyeit ugye minden európai polgár, aki ennek az övezetnek a tagja élvezi, vagy akár a közös roaming díjakra, ha gondolhatok, és ezért is nagyon fontos, hogy az európai jövőjéről szóló konferencia külön kiemelte a szociális részét az uniónak. Itt is emlékeztetnék rá, hogy hosszú évekkel ezelőtt kezdte el a Jobbik a béruniós kezdeményezését, hogy végre megtörténjen a bérek felzárkóztatása is. Egyes vélemények szerint a kormánypárt kivezet minket az unióból. Ennek tükrében a Jobbik ezt hogyan látja? Ugye ez a határozati javaslat, amelynek a vitájában ez elhangzott, ez nagyon sok különböző passzust tartalmaz. Ezek között volt egy olyan, amely az Európai Parlament hatáskörét akarja, illetve a megválasztásának a módját valóban nagyon negatív módon megváltoztatni, gyakorlatilag visszavetni az európai közösséget a 60-as, 70-es évek színvonalára. Nem mi választhatnánk meg ugyanis az európai parlamenti képviselőket, ez a fideszes javaslat szerint, hanem delegálnák a nemzeti parlamentek, az itt megválasztott képviselőket elküldenék néha Strasbourgba vagy Brüsszelbe. Tehát ez egy nagyon visszalépés, ez a mi véleményünk szerint teljesen ellentétes az európai integrációnak a céljaival és eszmével. Mi támogatjuk azt a javaslatot, hogy az Európai Parlamentnek a jogköreit növeljék meg, hiszen a magyar polgárok számára talán ez az a testület, amelyet ők választanak meg, ami ugye a polgárok számára is közzelfoghatóvá teszi. Valóban nagyon bonyolult egyébként
mondjuk Európai Uniós döntéshozatali mechanizmusokat. Tehát ezért is valóban, és nem is csak ezért, hanem a folyamatos brüsszelezés az Európai Uniót egyfajta pénzautomatának kezelő fideszes politika az, ami miatt valóban felvetődhet az a kérdés, hogy azt tervezi-e Orbán Viktor és a Fidesz, hogy kivezesse hazánkat az Európai Unióból. De a Jobbik akkor nem így látja. Mi hosszú évek óta figyelmeztetünk ennek a veszélyére. Én szerkesztő azt, hogy 2019 májusában ott álltam a Soproni határátkelőhelyen egy Molinóval az Európai Parlamenti Választáson, hogy jól vigyázzatok, emberek, bajtársak, mert Orbán Viktor és a Fidesz kivezeti hazánkat az Európai Unióból. Tehát ezt a veszélyt mi hosszú évek óta már látjuk. Röviden kíváncsi vagyok a véleményére, mit szól ahhoz, hogy egyszerre tartanák az EP és az önkormányzati választásokat? Igen, tehát azt a részét, hogy ezzel mondjuk megtakarítanánk 9-10 milliárd forintot, azt egy kicsit álságosnak tartjuk nyilvánvalóan, amikor csak mondjuk a Rogánféle propagandaminisztériumnak a költségvetésébe, mondjuk a jövő évre a kormány beleszámít csak nem 80 milliárd forintot, tehát mondjuk a tízszeresét nagyon, nagyon tehát azt az érvet, hogy itt meg lehet takarítani egy bizonyos összeget, ezt a demokrácia szempontjából, ha szabad így mondani, nem azt mondom, hogy a polgárok számára ez nem érv, mert bizonyára érv a polgárok számára, de azt gondoljuk, hogy bőven lenne más olyan kiadása a magyar adófizető polgárok pénzéből, amiből igenis meg lehetne valósítani külön is ezeket a választásokat. De egyébként azt gondoljuk, hogy valóban itt, ahogy az előző hozzászóló kollega is jelezte, itt a legnagyobb problémát azt jelenti, hogy mi történik abban az időszakban, amikor megválasztjuk az önkormányzati vezetőinket, és hát az eddigi tapasztalatok alapján itt azért mondjuk, ha leváltanak egy fideszes látványosan korrupt polgármester, akkor lesz 5 hónapja eltüntetni minden iratot. Most egy ilyen felvetéssel, ha élhetek, így forgatókönyvként, ha szabad így mondani, tehát ezt nyilvánvalóan mi is aggályosnak tartjuk. Nagyon röviden, kérem, hogy tegye helyre, hogy most akkor a Jobbik támogatja, vagy nem támogatja ezt a bizonyos lett hatházi törvényt? Természetesen nem támogatjuk, én az egész vezérszónoki felszólalásomban ezt fejtettem ki nagyon részletesen, külön kiemelve mondjuk a frakciók finanszírozásának a rendkívül álságos és farizeus visszavágását az ellenzéki térfélen. Itt ugye egyetlen egy olyan mellékmondatomat ragadták ki a tudósításokban, amikor én amellett érveltem, hogy az teljesen elképzelhetetlen egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában, amiben a Jobbik hisz, hogy a házelnök egymaga dönt büntetésekről. Emlékeztetnék itt is a 10 milliós fityúr büntetésre, és itt a hatházi képviselőtársunk megbüntetésére is. Annyit emeltem ki, hogy viszont meg kellene különböztetnünk azt az eskütételre ki kell dolgozni azt a szabályt, hogy milyen hamar lehet esküteni, hiszen itt hogy ugye arról van szó, hogy Hatházi Ákos nem tett esküt az alakuló ülésen, viszont esküt tenni mondjuk egy lemondott képviselő helyére belépő képviselőnek is kell. Én amellett érveltem, hogy legyenek pontos szabályok erre kidolgozva. Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője. Köszönöm. Nagyon napot. Szépen köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák Anikó. Újhely István, az MSZP európai parlamenti képviselője kedden jelentette be, hogy korábbi szándékával ellentétben mégsem indul a tisztújításon a párt társelnöki tisztségéért. A szocialista politikus a választmányi tagoknak írt levelében azt is hangsúlyozta, hogy Nemény András Szombathely polgármestere javára kíván visszalépni. Nemény közösségi oldalán azt írta, ha bármilyen ambícióm lenne, Újhely Istvánnak szólnék először, ez idáig nem szóltam. A témában Molnár Zsoltot, az MSZP pártigazgatóját kérte. Halló, jó reggelt kívánok! Most hallom is önt, jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Ha nem Újhely István, és nem Nemény András, aki ugye úgy tűnik, hogy nem szeretne indulni ezért a posztért, akkor mikor tudjuk meg, hogy ki vagy kik indulnak? Két nagyon fontos állítást tennék. Egyrészt, hogy lehet, hogy egy kicsit ez ilyen kitérő válasz lesz, de hát szeptember 1-én kezdődik tisztújítás a Magyar Szocialista Pártban, tehát minden, ami addig történik, az egy
kicsit hűhó a semmiért. Más szempontból meg én nagyon figyelmesen olvastam Nemény András bejegyzését, ahol ilyet nem mondott, hogy ő nem kíván az MSZP társelnöke lenni. Annyit mondott, hogy ez egyrészt még idő előtti, és vázolt egy elképzelést a szociáldemokráciáról. Azt gondolom, hogy Nemény András egy autonóm személyiség, meg fogja hozni ezt a döntést, vélhetően augusztusban valamikor, és ennek megfelelően fog ő is eljárni, és egyáltalán ne zárjuk ki, hogy szeptemberig mások is jelentkezhetnek. Ezért egy kicsit értetlenül állok az ilyen izgalmak előtt, amelyek áprilisban, májusban, meg júniusban zajlanak, hiszen ez olyan, mintha valaki egy olyan sportversenyre jelentkezne, ami el sem kezdődött, és még egy el sem kezdődött sportversenyen majd bejelenti, hogy mégsem indul, ami még meg se lett érdemben hirdetve. Hát igen, de azért egy elég jelentős programmal jelent meg Újhelyi István. Ebből arra lehetett következtetni, hogy ő komolyan gondolja ezt, és ő úgy fogalmazott, hogy politikai közösségünk jelentős személyiségei befeszültek. Van valóban belső feszültség? Állítólag egyértelművé tették számára, hogy nem vele képzelik el a párt vezetését. Ön például el tudta volna őt képzelni? Én mindenkit el tudok képzelni, akit a Magyar Szocialista Párt kongresszusa megválaszt. Nagyon sok pártelnökkel dolgoztam együtt. Ilyen befeszülésről nem tudok. Azt kétségtelenül tapasztaltuk nagyon sokan, hogy nem volt egy szerencsés indulás, ami a szegfületett megjegyzést és a párt elnevezését tartalmazta. Ezzel kapcsolatosan jutott el hozzám nagyon sok bírjárat, de ezen kívül én semmi más negatívumot nem tapasztaltam. Újhelyi István talán a legjobb európai parlamenti képviselő, nagyszerűen végzi a dolgát, óriási értéke a Magyar Szocialista Pártnak. Lehetséges, de ezt is csak én nagyon óvatosan fogalmazok, hiszen találgatni nem szerencsés, de hogy ez az átnevezés, logókérdés, szimbólumrendszer, ez talán nem találkozott a tagság akaratával. Akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk Újhelyi távozásával távozik ez az új logó lehetőség is, meg az esély átnevezés? Nem akarok kongresszusi hatásköröket pártigazgatóként megválaszolni, de valóban most kevéssé tűnik valószínűleg, hogy a Magyar Szocialista Párt átnevezése kerüljön a következő hónapokban. Viszont azt nagyon jól tudom mondani, hogy az elmúlt hetekben egy nagyon fontos tartalmi útkeresés indult el a Magyar Szocialista Pártba. Tegnap például Horn Gyula rá emlékezve egy konferencián pont arról beszélgettünk, hogy a szociáldemokrácia milyen utakat választott a következő hetekben, és ebbe teljesen belefér az a mozgalmi jelleg, amiről Újhelyi István beszél. De talán ez az átnevezés, logóváltás, ez kissé gyorsnak tűnt, nem találkozott így a döntő többség akaratával. Én csak ezt tudom kiolvasni ebből, amit István mondott, aki mondom továbbra is nagy értéke a Szocialista Pártnak. Hiller István neve is felmerült, több mint pletykaként egy esetleges elnöki poszt kapcsán. Ön ezt hallotta? Természetesen, hát Hiller István a Magyar Szocialista Párt egyik legmeghatározó politikusa. Jó szívvel tudnám támogatni, azonban itt is arra kell vigyázni, hogy az ambíciónak és a szándéknak találkozni kell. Hogyha ilyen lesz Hiller Istvánban, akkor én méltósággal és nagy örömmel fogom fogadni, de adjuk meg neki azt a lehetőséget majd, hogy erről ő dönthessen. Ön indul? Kizártnak tartom, nekem rengeteg feladatom van a Magyarországgyűlésben, nemzetpolitika és nemzetbiztonság területén. Fővárossal is lesz dolgunk, az önkormányzati választásokra készülve, és a vidéki pártszervezetekkel is, tehát én azt gondolom, hogy ellenállam hivatottabb és még kitűnőbb harcos társaim fognak jelentkezni. Teljesen biztos benne, hogy lesz induló, vagy akár verseny, tehát több induló is a pártelnöki posztért? Az elmúlt években törekedtem arra a képességre, hogy jósolni is, meg a jövőben látni is tudjak. Abban biztos vagyok, hogy lesz az MSZP-nek társelnöke, női és férfi is, és én örülnék a versenynek is, de az is egy jó forgatókönyv, hogyha egy politikai konszenzussal születik meg az döntés, mind a kettő mellett tudnék érvelni. Én szerintem ez az augusztus vége felé lehet tisztán látni ilyen szempontból. Mind a kettő forgatókönyv teljesen járható. A versenynek is nagy előnye van, de akkor is, hogyha egy széleskörű konszenzus övez, például Nemény Andrást vagy Hiller Istvánt. Molnár Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője, pártigazgató, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Véget ér a kilakoltatási tilalom, vagyis sokak szerint legalább 10 000 ember számíthat kilakoltatásra. Berki Sándor, a Párbeszéd országgyűlési képviselője van itt velünk telefonon. Köszöntöm.
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást. Kik azok, akik veszélyben vannak, és egyáltalán fogalmazhatunk-e úgy, hogy veszélyben vannak, mert van olyan is, aki azt mondja, hogy eddig kvázi szerencséjük volt, hogy nem kellett elhagyniuk az ingatlanokat. Mondhatjuk azt, hogy ez megítélés vagy nézőpont kérdése lehet ki, hogy áll ez a kérdés. Ezért én azt mondom, hogy mindenféleképpen veszélyes dolog az, és nem jó szerintem senkinek, mikor kilakoltatással néz szembe. Jelenleg be voltak fagyasztva több mint 2 évre a kilakoltatások. Nem tudom ebben hány megoldást született abban az időszakban, de itt már ugye végrehajtásról beszélünk, itt már olyan emberekről, akiknek ítélet született a kilakoltatásról. Hányan lehetnek ők is a sorban, kik, vagy fővárosban, vagy vidéken, mit tudunk róluk? Kértünk, de pontos adataim nincsenek, tehát vannak számaim, de azok még nem teljesek. Tényleg vannak becslések, amik több ezer, több tízezer családról szólnak, és ebben az a veszélyes, és az volt a kérdés, amit a parlamentben is feltettem, hogy figyelembe véve a végrehajtói botrányokat, hány olyan család kerül kilakoltatásra, aki szerette volna megoldani a problémáját, de valamilyen oknál fogva ez nem sikerült. Tehát látjuk ezt a rendszert, valahogy nem barátja az adósságrendezésnek. És én ebben látom az egyik legnagyobb problémát, és most beszélgetek, tehát ebben az ügyben én nem olyan rég kapcsolódtam be. Tehát ezekben az ügyekben azért kapcsolódtam be, hisz csak másfél hónapja vagyok a parlamentben, mert ezek állampolgári megkeresések voltak, és nagyon sok esetben az jön vissza, hogy nem sikerül a megegyezés. Szeretném jelezni, és tényleg kihangsúlyozni, hogy a cél az, és az a természetes, hogy az adósságot mindenkinek meg kell fizetni. Ez az alapelv. De viszont az nem mindegy, hogy erre az adós milyen lehetőséget kap. Tehát hogyan sikerül a megegyezés, hiszen nagyon sokan azért kerülnek kilakoltatás közelébe, mert az életükben valamilyen probléma történt. Ez lehet családi, szociális munkahelyelvesztés, egészségügyi, átmeneti állapot, és ebben van az rendszer egyik legnagyobb hibája, hogy ezeket a helyzeteket nem kezeli. Hogyan lehetne kezelni ezeket a helyzeteket? Hát például személyre szabott adósságkezelésekkel. És itt nem csak a lakáshitelekről van szó, hanem bármi másról. Tehát ezeket az ügyeket szerintem, vagy az én meglátásom szerint együtt lehet képviselni, tehát akkor, amikor adósságról beszélünk, persze lebontjuk, hogy nem mindegy, hogy lakás, vagy autó, vagy éppen telefon, de a legalapvetőbb helyzet, én a telefon szoktam mindig felhozni példának, egy 100 000 forintos adósságból csinálnak 1 000 000 forintot. Persze, de és akkor a másik probléma ezzel az, hogy sokszor nem veszik figyelembe a jövedelem, a beérkező jövedelem mennyiségét, például a törlesztő részleteknél. Tehát az alap az is lehet, hogy például iskolai szinten el kellene kezdeni azt tanítani, hogy mi az, hogy adósság, mi az, hogy adósságkezelés, mi az, hogy mi történik akkor, amikor felveszünk egy hitelt. Hiszen ma a bankok is, ha megint látjuk a hirdetéseket, hát akkor olyan hirdetések mennek, amelyek arra biztatják az embereket, hogy vegyenek fel hitelt. És azért azt tudjuk, hogy ha valaki felvesz egy hitelt, akkor abban mindig benne van a veszélye annak, hogy nem sikerül törleszteni. De viszont visszatérve a kilakoltatásokra, vagy a lakáshitelekre, azért ez már a legnagyobb formája. Tehát itt már arról beszélünk, hogy itt háztartások kerülnek az utcára, itt otthonok szűnnek meg. Tehát ez egy kicsit komolyabb, és ebben több felelősséget kell vállalnia, mind az államnak, mind pedig a adósnak is, és azt mondom, hogy a bankoknak is. Mert ez mindig veszélyes a családokat. És ugye a megoldás, tehát mi történik, mikor egy család az utcára kerül? Én értem, tehát mindenki érti, mindenki tudja, hogy ebben a társadalom is egy kicsit megosztott, kinek volt szerencs, mindenki találkozott jó példával, rossz példával, ezt úgy értem, hogy meg akarták fizetni az adósságot, vagy éppen nem akarták, de ez egy össztársadalmi élet, hiszen a állampolgár embertársainkról beszélünk, és fontos igenis a közösségnek, hogy mi történik ezekkel az emberekkel. Most elindul ugye újra a kilakoltatás lehetősége, amiket említett, azok inkább ilyen hosszú távú megoldások lehetnek. Most, akik bajban vannak, nekik hogyan lehet segíteni? Hát ez az, amiről én is kérdeztem, például a parlamentben én is olyan választ kaptam, hogy az önkormányzatoknál, a jegyzőknél ezt jelezni kell, és akkor találnak valamilyen átmeneti megoldást. Közben elkezdtem utána kérdezni, viszont az én visszajelzéseim az, hogy valójában semmilyen megoldás nincs.
valójában az önkormányzatok ezt nem tudják megoldani. Tehát ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi történik azokkal a családokkal, akik kilakoltatnak. A rokonoknál kapnak szállást, nem tudom, barátoknál. Tehát nagyon ritka az, hogy van annyi jövedelem forrásuk, hogy éppen ki tudnak venni a bérletet, nem ez a jellemző. Tehát azért azt látjuk, hogy Magyarországon azért a hajléktalan lét azért elég szépen növekszik. És az elég szépen megnőtt is, és nagyon sokszor visszavezethető ez például a lakás elvesztéshez is. Tehát én rövid távú megoldást jelen pillanatban nem látok, tehát van erre törvény, meg van erre utasítás, csak éppen nem működik, nincs meg a háttere. És ha azt mondja, hogy milyen rövid távon meg akar, most így mondhatom azt, hogy szociális bérlakás építése lenne, de ez hosszú távon. Rövid távon azt mondom, viszont van egy másik, hogy azért az üres lakások országa vagyunk. Talán abban is lehetne megoldást találni, hogy az állam nagyon gyorsan vásárolna fel lakásokat. Tehát vidéken rengeteg üres lakás van, rengeteg üres otthon. De viszont az árak meg nagyon robbantak a lakásvásárlásnál. Tehát hirtelen nagyon nehéz erre választani, mi a rövid távú megoldás, de kell találni. De ha egy válaszval kell érnem, hát akkor az az állam nagyobb szociális érzékenysége, mindenféleképpen nagyon fontos, hogy a kilakoltatott családokat együtt helyezzük el, ne válasszák szét sem a édesanyját az édesapától, sem a gyerekeket valamelyik szülőtől, és erre pedig tehát a szociális bérlakások lehetnek a megoldások, vagy pedig állami, nem tudom, hogy mondjam ezt, tehát az állam vesz ki lakásokat. Tehát hirtelen rövid távon csak ez lehetne más ellátórendszert, én nem látom Magyarországon. Merki Sándor, a Párbeszéd országgyűlési képviselője, kisebbségi és etnikai referense. Köszönöm. Én köszönöm. Viszont hallás. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Hetente 500-700 hazai úton fogyhat ki a benzin vagy a gázolaj, írja cikkében a Népszava. Varjú László szerint felháborító, hogy a Fidesz ahelyett, hogy az embereket képviselve garantálná, hogy minden úton legyen elég üzemanyag, inkább az olajipari nagyvállalatukkal összejátszva üzemanyaghiányt idéz elő, hogy minél kevesebben tankoljanak kedvezményes áron. A vonalban a DK országgyűlési képviselője Varjú László. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! A kormány idézi elő? A kormány tekintsük úgy, hogy hagyja, hogy ez így történjen. Hagyjuk, hogy látjuk azt, hogy halljuk, inkább így mondom, hogy felteszi azt a kérdést a vállalatoknak, hogy miért csinálják ezt. Elmegy hozzájuk ellenőrizni, miközben ez más esetekben meg bármikor megteszi. Nem teszi ezt az Orbán kormány. Tehát hallgatólagosan hozzájárul ahhoz, hogy ezek az olajipari nagyvállalatok, ezek így tudjanak eljárni, mert nekik nem éri meg értékesíteni ennyi pénzért a benzint. Világos, mi a probléma? Az, hogy egyes kutakon csak 20 litert lehet tankolni, az, hogy valóban lehet egy-két kút már, ahol nem tudok tankolni, vagy például az, hogy van olyan kút is, aki azt mondta, hogy innentől kezdve mondjuk kannába nem tankolhatok a kedvezményes áron. A probléma az az Orbán kormány gazdaságpolitikája, mely javarészt hozzájárult ahhoz, hogy ebbe a helyzetbe került Magyarország, és az egy következmény, hogy egyébként ezt a helyzetet képtelen kezelni. Most, amiről konkrétan beszélünk, az lényegében azt jelenti, hogy a kormány hallgatólagosan hozzájárul, illetve elindította, hogy a benzinástop kivezetésre kerüljön. És tulajdonképpen, ha kevesebb helyen találkozunk, amikor már kényszerből nekem tankolni kell, van pár liter benzinem még, de nincs az olcsó ársapkás benzinből, de van másik, akkor mit tudok csinálni? Tankolok a másikból, kevesebbet valószínűleg, de egyszerűen az történik, hogy a kormány figyelemmel kíséri, és egyébként hallgatólagosan hozzájárul ahhoz, hogy ez történjen. De akkor igazából magával az ársapkával sem ért egyet? Éppen ellenkezőleg. Én azt gondolom, hogy egy olyan helyzetben, amikor az inflációs helyzet, ami kialakult Magyarországon, ilyen körülmények között kell, hogy az embereknek valamilyen módon segítsenek. A kormány, ha így döntött, hogy ebben a formában akar segíteni, akkor ne vezessék ki
se ezt a lehetőséget, mert az embereknek akkor még rosszabb lesz. És én úgy gondolom, hogy azzal a magatartással, hogy hagyja, hogy ezek az olajipari nagyvállalatok, ezek egyre inkább visszafogják a szolgáltatásaikat, és a benzinkutakon ne találjunk ilyen benzint, mert képtelenek megoldani a logisztikai feladataikat, hivatkozva erre, ezt ilyen módon, ez tulajdonképpen az ásapka kivezetését jelenti. Mit lehet tenni, hogyha mondjuk azt mondja, hogy a kormányzat így kvázi a kivezetésen dolgozik, és a cégek viszont valóban logisztikai kihívásokkal néznek szembe, ezt állítják. Akkor mi lenne a feladata egy kormányzatnak? Hát nézze, én nem én nekem kell megmondani, hogy a kormánynak mit kell csinálni. Én egy dolgot tudok, hogy az végre jó volna, hogyha az Orbán kormány az emberek érdekében lépne fel. Az ő kezében vannak az eszközök, jogszabály, vizsgálati lehetőség, ellenőrzési lehetőség. Ez mind az ő kezében van. Álljon végre az emberek oldalára az Orbán kormány, és tegyen meg mindent azért, hogy egyébként normálisan lehessen tankolni ebben az országban. Ezt kell csinálni szerintem. Mi a DK javaslata akkor erre vonatkozóan, akkor fordítsuk meg. Tehát, hogyha hatósági ár még van, benzin nem mindenhol van, vagy korlátozás van néhány helyen, akkor a demokratikus koalíció szerint mi lehet a megoldás? A demokratikus koalíció szerint a megoldás egyébként az lett volna korábban, hogyha az inflációs csomagunkat elfogadják. Ebben az volt benne, hogy elsősorban a családoknak és a kisebb kisnyugdíjasoknak kell segíteni. Mindenkinek kell adni 100-100 000 forintos egyszeri lehetőséget, hogy egyébként átvészeljék a remélhetőleg nagyon magas infláció okozta árnövekedést, következményeket. Másodszorban itt a jövedéki adóval terhelt üzemanyagoknál jelentősen csökkenteni kellett volna a jövedéki adót. Ebben az esetben akkor már jóval olcsóbb lenne a benzin, és nem a benzinkutasokkal vagy a nagykereskedőkkel fizettetné meg egyébként az állam azt, amiért neki kellene felelősséget vállalni. De ugyanígy fontosnak tartom azt, hogy az általános forgalmi adó csökkentésre kerüljön az alapvető élelmiszereknél, de mellette ott vannak a női higiéniai termékek, ott vannak a további olyan fontos napi élethez szükséges termékek, ahol ezt meg lehetett volna tenni. De a lényeget tekintve, a benzinárstoppot ne vezesse ki a kormány, mert csak még nagyobb problémát, még nagyobb gondot okoz a családoknak. Ugye ez most már utalt egy kb. 20 perccel ezelőtti posztjára is, amelyben az inflációról ír, illetve pont ezekről az áfa és a jövedéki adó csökkentésről. Hogyha ezeket mondjuk úgy döntene a kormányzat, hogy szót fogad, vagy hallgat a tanácsára és bevezetik, mikorra érezhető ennek hatása? Gyakorlatilag azonnal, és most meg is tehetné ezt, hiszen a költségvetéshez, amely jelenleg zajlik a parlamentben, ennek a vitája keretében ezt elfogadnák, akkor július 19-én, amikor utoljára, vagy amikor erről a csomagról szavazni fog a kormány, akkor az embereket könnyebb helyzetbe hozhatná. Tehát itt van a kormány előtt a lehetőség, fogadja el a demokratikus koalíció inflációs csomagjának ajánlatát, és ennek alapján pedig segítsen végre a családoknak. A Nézőpont Intézet egy viszonylag friss felmérése szerint jelenleg a Fidesz-KDNP-nek 55%-os támogatottsága van, ami azt mutatja elemzők szerint, hogy igazából elégedettek az emberek az intézkedésekkel. Ön hogy látja? Hát én úgy gondolom, hogy az Orbán kormány megtéveszti az embereket, hiszen nem csak a hatalmát szerezte meg törvénytelenül, azzal, hogy visszaélt, azzal a média fölénnyel, azzal a kommunikációs fölénnyel, erővel, amivel rendelkezik, és ezzel megtéveszti az embereket. Az emberek azt hiszik, hogy el kell fogadni azt, amit az Orbán kormány állít. Ez nem így van. Ennek vannak alternatívái, és ebből a szempontból mindenképpen káros az, amit a kormány csinál. Ez a felmérés legalábbis a Nézőpont Intézet szerint azt is mutatja, hogy igazából ellenzékváltó hangulat van az országban, mert hogy ők a DK és a Mi Hazánkat is 6-6%-ra mérték. Erről mi a véleménye? De ezt nem tudom, miből ugye a Nézőpont
álláspontját természetesen az üléspontja határozza meg, de én azt gondolom, hogy a demokratikus koalíció, amely az ellenzékkel, az ellenzéki pártokkal együtt dolgozik azon, hogy ebben az országban jobb legyen az élet, és jobb legyen a lehetőség, mint amit az Orbán kormány kínál, és ennél, amit az Orbán kormány most csinál, annál biztos, hogy lehet jobbat csinálni. Marju László, nagyon szépen köszönöm, szép napot! Köszönöm szépen, viszont hallásra! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák Anikó. 8 óra 6 perc van, köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak, és azokat is, akik már egy órája velünk vannak. Mindenkinek mondom, hogy június 30-a van csütörtök, és Pál napja, és extrém meleg lesz, úgyhogy nagyon vigyázzanak, ahogy hallhatták Kovács Klára hírszerkesztő kolléganőmtől is. Lássuk, hogy a hátralévő egy órában mivel foglalkozunk. Úgy tűnik, hogy hiába tárgyaltak a tanárok a belügyminisztériummal, a szakszervezet szerint sem a tanárok érdemi bérrendezése, sem munkaterheinek csökkentésére nem kaptak javaslatot, majd mindjárt elmondják, hogy akkor mégis miről szólt a tárgyalás. Aztán energetikai vészhelyzetre készül a kormány, egyesek szerint újabb cégek kerülhetnek ugyanis állami felügyelet alá. Hogy ez mit jelent, Holoda Attila energetikai szakértő mondja majd el, akitől azt is megkérdezem, hogy hol tartunk a tartalékok felhalmozásában, hogyha esetleg az oroszok elzárnák a gázt. Több helyen már korlátozásokat vezettek be a vízfogyasztásra. Van olyan település, például Solymár, ahol vízhiányt is jeleztek. Kell-e aggódni? Ezt is megbeszéljük majd a Vízi Közmű Szövetség főtitkárával. Halálra akarta inni magát egy 13 éves gyereklány, mert zaklatták az iskolában. Pszichológust kérdezek majd arról, hogy mik a zaklatás első jelei, mi szülők mire figyeljünk, és az óra végén szó lesz majd arról is, hogy miután egyre több a hasonló bántalmazási eset, létezik egy új iskolai program, ami segíthet. Hogy mi ez, majd kiderül. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Nem történt érdemi előrelépés a belügyminisztérium és a pedagógus szakszervezetek közötti keddi sztrájkbizottsági tárgyaláson. A kormány képviselői érdemi bérrendezésre és a munkaterhek csökkentésére sem tettek javaslatot. Ellenben továbbra is azt ígérik, hogy a pedagógusok jövőre is 10%-os béremelést kaphatnak, ami azonban valójában nem az alapbérek emelkedését, hanem a szakmai pótlékok kiegészítését jelenti. A Hogyan továbbról Totyik Tamást, a pedagógusok szakszervezetének alelnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak is, ennek is. Segítsen nekünk egy kicsit érteni, mert hogy ugye folyamatosan beszámolunk róla, és mi is szoktunk önökkel beszélni arról, hogy újabb tárgyalás, vagy újabb tárgyalásra készülnek, hogyha így nem halad semmi, akkor hogy néz ki egy ilyen tárgyalás? Miről szól? Hát azért legyünk őszinték, az eddigi tárgyalás sorozatokban egy történelmi esemény történt, mert a kormány írásba adta be javaslatát. Idáig csak szóba hangzottak el a javaslatai, most legalább írásos anyagot kaptunk a kormánytól, tehát itt most már van mire hivatkoznunk. Az nem igaz, hogy semmit nem ajánlott. Ajánlott egy 3x10%-os béremelést, amit az Európai Bizottság által tett javaslat alapján próbálna a kormány számunkra adni, de ez annyira alacsony és minimális érték, amit ugyan nagy tisztelete elfogadunk, de ez a problémák alapvető megoldása és a sztrájk hangulatnak a feloldását nem fogja megoldani, mert 60% alatti a pedagógusok átlagkereset a diplomás átlagkeresetekhez, és a versenyszíra egyszerűen elszívja a kollégákat. Ma ott tartunk, hogy 16 ezer betöltetlen álláshely van, és ez a szám a nyár folyamán emelkedni fog a nyugdíjaztatás miatt és a pályaelhagyók miatt. No, egyrészt tegyük azt kérem helyre, hogy ez a 10%-os béremelés, ez mit jelent a gyakorlatban, hiszen ugye itt különbség van alapbér, meg pótlék kiegészítésben, ez számít? Hát ez számít, mert nem mindegy az, hogy a megemelt, tehát a pótlékok által megemelt bérre fogja a kormány adni a 10%-ot, vagy az alapbérre. Mert ha az alapbérre adja, akkor egy pályakezdőnek ma 183 ezer forint az alapbére, és ezt egészítik ki 260 ezer forintos garantált bérminimumban. Tehát ez sem mindegy, hogy melyikhez fogjuk számolni, és akkor erre a garantált bérminimumra kaptak 2x10%-ot a kollégák.
akkor most a 312 ezer forint, ha összességében veszük a pótlékokkal, a 312 ezer forinthoz számoljuk, a 183 ezer forinthoz számoljuk, vagy a 260 ezer forinthoz számoljuk egy pályakezdő esetén. És a legfősebb probléma, hogy a kormány arra se adott választ a javaslatába, hogy nem csak, hogy mihez viszonyítjuk a kérdést, hanem hogy az összecsúszott bértáblával mit fog kezdeni, mert ma egy pályakezdő ugyanannyit keres, mint egy 15 éve pályán lévő kollégánk. Tehát ez egy hatalmas nagy bérfeszültség, és pontosan ezek a idézőjelbe tett fiatalabb kollégák hagyják el a pályát, mert azt mondják, hogy ez egy megalázó helyzet. Pont a napokban kaptunk egy kiskereskedelmi láztól ajánlatot, hogy a nyári időszakra is a kollégáinkat, de ha úgy gondolják, hogy a pályát elhagyják, akkor szeptembertől is a mostani fizetésüknek kétszeresért alkalmazni tudják őket. Van, aki jelentkezik erre egyébként? Nem tudom megmondani, nem nyomoztuk ki ezt, nem nézzük a kollégák körébe, de azt hiszem a helyzetünkről mindent elmond, hogy egy kiskereskedelmi lánc kétszer akkora fizetést tud adni egy diplomás pedagógusnak, mint az állam az oktatásban betöltött feladataiért. Van esély arra, hogy elérjék ezt a plusz 45%-os béremelést? Én egy kicsit más oldalról közelíteném meg most már. A kialakult helyzetre való tekintete nem béremelésre, hanem bérrendezésre van szükség. Ugyanis akkora nagy a szakadék a diplomás keresetek tekintetében, hogy muszáj egy komolyabb bérrendezést, akár a bértábla átalakításával, akár más források bevonásával rendezni ezt a helyzetet, mert ez így nem fenntartható ez a rész. Tehát nem béremelésről kell most már beszélnünk, hanem bérrendezésről. Ez az egyik része. A másik része, azért is kell bérrendezésről beszélni, mert a pályakezdők bérét kell az én megítélésem szerint nagyon drasztikusan megemelni, mert nem vonzó a fiatalok számára ez a pálya, és ha nem tudjuk vonzóvá tenni a pályát, akkor nagyon komoly működési problémák lesznek. A mostani 15 ezer és 16 ezer közötti hiány a következő időszakban 22 ezerre még emelkedni fog. Ez a pályára, várhatóan pályára állók és a nyugdíjba vonulók közötti különbség. És ez a 15 ezeres vagy 16 ezeres létszám, ez már 12%-os arányt mutat a betölt, vagy a teljes létszámhoz képest. Tehát ez egy akkora feszültség, hogy az oktatási intézmények működő képességét veszélyezteti a kormány, ezáltal pedig a gyerekek jövőjét áldozza be. Sok helyen ugye tanár, vagy mondjuk pont diák hiány van, akár egyes vidéki településeken. Szó volt egy esetleges iskola összevonásról, vagy osztály összevonásról, amelyet még Pintér Sándor vetett fel. Erről mi a véleménye? Hát nekünk az az érzésünk, hogy nem pénzügyi okai vannak az összevonásnak, mert a költségeknek a 85%-a, ami ugye a pedagógusok bérét teszi ki, a pedagógusok átcsoportosításával akarják megoldani. De hát fel szeretném hívni a figyelmet, hogy pontosan ez a kormány volt, aki a vidéki kisiskolákat újra nyitotta. Akkor, hogy is van, ez akkor egy elhibázott lépés volt, és akkor most gyorsan korrigáljuk ezt. Tehát ez számunkra rejtély ebből a szempontból. És a másik, hogy ugye a Jássában most történt az a sajnálatos haláleset, hogy remélem, hogy a kormánynak ez így több példa volt arra, hogy nagyon óvatosan kell hozzá kezdeni. Ráadásul pontosan azokat az iskolákat fogja érinteni a bezárás, ahol halmozottan hátrányos helyzetű szegregált oktatási intézmények vannak. Ezeket most egy tolvonással összevonjuk más intézményekbe, vagy beutaztatjuk más intézményekbe, akkor ott nagyon komoly etnikai konfliktusok is nézhetnek elé. Tehát úgy tűnik számunkra, minthogyha arra utazna a kormány, hogy még több konfliktust legyen, hogy az iskolarendőri beosztásokat tudják megerősíteni, hogy legyen indok arra, hogy megfelelő iskolarendőr, létszámú iskolarendőr legyen, holott nem ez lesz majd a problémákra valódi megoldás. Innen folytatjuk. Tocsik Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a megkeresést, további szép napot mindenkinek. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
A veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezetek működésének a magyar állam felügyelete alávonásáról címmel jelent meg egy kormányrendelet június 28-án kedd este a magyar közlönyben. Ebben az orosz-ukrán konfliktusra hivatkozva a kormány előkészíti, hogy a magyar állam az ellátás folyamatosságára és biztonságára vonatkozó közérdek érvényesítése érdekében a kiemelt energetikai iparágak szereplőit állami felügyelet alá vonhatja. Arról, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, Holoda Attila energetikai szakértővel, volt energetikáért felelős helyettes államtitkárral beszélgetünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Rettenetesen bonyolultan hangzott egyébként, ahogy a bejátszóban ezt próbáltuk tűpontosan elmondani, de ez azt jelenteni a gyakorlatban, hogy kvázi a stratégiai intézményeket, például a földgázszállító ZRT-t, vagy gondolom, hogy a Mavir is ilyen, ezeket vonnák felügyelet alá, ami egyébként azt szokták mondani, hogy így az első lépés, hogy tök normális lépés, hogyha baj van. Nyilvánvaló, hogy amikor baj van, és bármilyen területen zavar van az ellátásban, akár a földgáz, akár a villamos energia területén, akkor szoktak a kormányok intézkedni arról, hogy valamilyen felügyelet alá vonnak ehhez tartozó szervezeteket, de hát jelenleg teljesen más a helyzet. Tehát most az látszik, hogy gyakorlatilag semmiféle zavar nincs egyik ilyen szervezet működésében sem. A földgáz ellátás folyamatos, a villamos energia ellátás folyamatos, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, ami szintén meg van említve ebbe a közlönybe, annak a készletei rendelkezésre állnak. Ráadásul annak a szövetségnek a működése, ha bár gazdálkodó szervezetként jelezzük őket, de azért az egy szövetség, amiben kötelező tagsága van minden energetikai területen dolgozónak, ebbe be kell neki a pénzét rakni, készletezni, és egyébként is úgy szól a szövetségnek a működése, hogy csak a miniszter engedélyével lehet abból a készletből bárhova felhasználni, mint ahogy az történt nem olyan régen az OMV Hungária esetén, amikor felszabadítottak a készletből. Tehát valójában jelenleg az égvilágon semmi nem indokolja azt, hogy egy olyan miniszter, jelesül a technológiai és ipari miniszter vegye át a felügyeletet ezek fölött, a cégek fölött, akinek valójában a szakmai ismeretei nem elégségesek, ráadásul a két vagy három szervezet, ugye a Mavir, az MKS és a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség esetében soha semmiféle zavart nem tapasztaltunk az elmúlt időszakban, sőt azt tudjuk mondani, hogy mivel ez egy nagyon jól szabályozott ága az energetikának, gyakorlatilag az egyik legjobban működő országos szervezetekről beszélünk. Akkor mi a feladat? Na igen, na hogy akkor miért? Hát itt nagyon érdekes a dolog, mert ugye ennek a közlönynek van egy olyan megjegyzése, hogy ez a rendelet lehetővé teszi, hogy ez az állami felügyelet, illetve az állami felügyelet gyakorlására kijelölt személy az olyan intézkedéseket hozzon, amelyek szükségesek a gazdálkodó szervezet működő képességének fenntartásához, azaz dönthet gazdasági kérdésekben, hogy más nem mondjak, ezeknél a szervezeteknél, mivel nagy szervezetekről beszélünk, elég sok a közbeszerzés is, vagy a különböző beszerzés, tehát hogyha élünk azzal a gyanúperrel, hogy ennek van egy mögöttes szándéka, akkor nagy valószínűséggel megint helyzetbe kívánnak hozni olyan vállalkozói köröket, amelyek ezeknek a szervezeteknek dolgoznak, és hogy ne kelljen vacilálni még, vagy problémázni a különböző közbeszerzésekkel is, hát nyilván akkor innentől kezdve a miniszter döntet. De sokkal érdekesebb például az a pont, hogy ez a személy, ez a felügyelet gyakorlása kijelölt személy, ő kizárólagosan dönthet a felügyelet alá vont szervezet legfőbb döntéshozó szervének hatáskörébe tartozó ügyekben, azaz mind a két területen az igazgatóságok megkerülésével gyakorlatilag egy kvázi államosítást hajtana végre ezzel a magyar állam, ami csak azért érdekes, mert a földgáz szállító ZRT például a 100%-ban a MOL tulajdona. A MOL-ban meg ma már nincsen állami tulajdon, hiszen ugye a tavalyi intézkedések nyomán ügyesen, trükkösen kivitték a közvagyont privát vagyonba ezeknél az alapítványoknál, ugye a magyar Corvinus alapítvány és hasonló. Ebből következően azt látjuk, hogy a kormány, ha bár nincsen már tulajdon részei, nem vesz részt annak az adott cégnek a működésének az irányításában, de azért mégis trükkösen egy vészhelyzetre, egy olyan vészhelyzetre hivatkozva, amit valójában az égvilágon semmi nem alapoz meg, hiszen ahogy említettem, továbbra sincs semmiféle zavar ezeknek a szervezeteknek a működésében. Innentől kezdve akkor igazából kvázi bármilyen hatásköre van ennek a miniszternek ezek fölött, a szervek felett? Na most ez természetesen ez a közlöny, ez arról szól, hogy állami felügyelet alá vonhatják. Tehát még feltételes módon beszél, és ennek az állami felügyelet alá vonása még nem történt meg.
ezeknél a szervezeteknél, de hát az azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a miniszterelnök bármikor úgy dönt, akkor holnaptól a Palkovics miniszter úr látja el ezt a felügyeletet, akkor gond nélkül megtehet, és onnantól kezdve ő dönt minden olyan gazdálkodási, projektindítási, a projektekbe történő beszállítók kiválasztásával kapcsolatos kérdésben, amiben normálisan a cég működésével megbízott igazgatóság dönt korábban, tehát gyakorlatilag valóban arról azt látjuk, hogy megint egyfajta helyzetbehozásról gondolkodik a kormány, ahelyett, hogy azon igyekezne, hogy megoldja például az üzemanyagválsággal kapcsolatos problémákat, tegyen olyan lépéseket, ami a magyar családokat tényleg megvédi, mondjuk példaként a horvátok tegnapi intézkedése, amiben szociális alapon történő támogatást nyújtanak, és nem mindenki számára, mert szemmel láthatóan egyre nagyobb a káosz az üzemanyagellátásban, ebből következően az emberek egyre inkább pánikba fognak kerülni, és ugye ez azért éppen ebben a nyári időszakban nagyon-nagyon nagy problémát okozhat, akár a turizmusban is. Komoly üzemanyagválság van most Magyarországon? Hogy látja, ugye egyes kutaknál már nem lehet tankolni, valahol ugye csak 20 litert lehet tankolni, én például ahol 50 litert lehet tankolni, ott komoly sorállásban voltam. Hát igen, mert az 50 literesek azok már mondjuk úgy, hogy azok közé tartoznak, akik sokat adnak. Hozzáteszem, hogy már a februári hosszabbítást követően voltak olyan benzinkutak, ahol ezeket a 15-20 literes korlátozásokat jelentették, és ennek elsődlegesen az volt az oka, hogy a nagykereskedelmi oldalról nincsen elegendő forrásbetáplálás, hiszen mivel a nagykereskedelmi árat is rögzítették 480 forintban, gyakorlatilag nincs olyan nagykereskedő a MOL-on kívül, aki ebbe az országba hajlandó lenne behozni veszteségesen üzemanyagot, miért is tenni. A MOL meg természetesen korábban nagyjából 70-75%-át látta el ennek az üzletágnak, ebből következően nem képes arra felkészülni, hogy 100%-ban ellássa, sem logisztikai oldalról, sem kiszolgálási oldalról, mert ugye a logisztika alatt mindig csak azt értjük, hogy van-e elegendő teherautó vagy sem, de itt a töltést is kell nézni, és ugye én folyamatosan kapcsolatban állok a Független Benzinkutasok Szövetségének tagjaival, akik folyamatosan jelzik, hogy hiába mennek el most már saját autóval az üzemanyagért, egész egyszerűen a MOL nem képes a kiszolgáló elosztó telephelyén kiszolgálni őket, arról nem is beszélve, hogy olyan szigorú előírások vannak a MOL-nál, hogy tűző napon kell állni teljesen nyakig felöltözötten a kamionokba a sofőröknek, akik egy idő után majd hőgutát is fognak kapni, mert nem szállhatnak ki az autóból, csak akkor, hogyha vannak speciális jogosítványaik, de nincsenek, hiszen korábban ők nem a MOL-tól szállítottak, tehát nem készültek fel erre, és órákon át várnak, mire végre kapnak valamennyit, és akkor sem szokták megkapni a teljesen igényelt mennyiséget, mert 60-65%-át szolgálják ki. Ez azt látszik, hogy ez az intézkedés, ami mind a kis kereskedelmet, mind a nagy kereskedelmet beszorította egy ilyen veszteséges csapdába, bizony, ahogy ezt megszokhattuk még annak idején a szocializmusban, már aki élt, akkor ez hiányhoz vezet, és ez a hiánygazdálkodás, ez egyre nagyobb problémákat szül Magyarországon. Nagyon röviden, mert kifutottunk már az időből, de ön szerint ez a típusú krízis, az üzemanyaghiány, ez most fokozódik? A következő hetekben mire kell számítanunk? Én fokozódásra számítok elsősorban azért, mert ezek a kiskutak el fognak jutni most már, ugye ők maguk is jelezték, hogy több olyan kút lesz, amelyik csődöt fog jelenteni, akár már július 1-től is, és akkor nem nyit ki. Ez pedig azzal jár, hogy elsősorban a vidéki területeken, ahol ezek a kiskutak a főellátók voltak, nem lesz üzemanyag, mindenki beszorul a nagyobb városokba, ahol emiatt megint nem lesz üzemanyag, hosszú sorok fognak kialakulni, tehát én azt gondolom, hogy még a turizmus meg a mezőgazdasági munkáknak a dandárja, ami ugye most indul Péter Pákkor, indul az aratás, ez azért még fokozni fogja ezt a helyzetet sajnos. Számtalan kérdésem marad, de innen folytatjuk. Holoda Attila, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, minden jót kívánok, szép napot. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A hőségben megnövekedett vízfogyasztás további emelkedése, illetve műszaki meghibásodás esetén nyomásesés vagy átmeneti vízhiány tapasztalható 10 Pest megyei településen, adta hírül az MTI. A vízszolgáltató Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szerdán a fogyasztás csökkentését kérte a fogyasztóktól. Korábban Jászberényben rendeltek el vízkorlátozást, illetve Solymáron jeleztek vízhiányt. A vonalban Nagy Edit, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok Önöknek és a hallgatóknak is!
teljesen normális, ami most van igazából, mert minden nyáron eljutunk ide, pláne amikor mondjuk ilyen kánikula 40 fok van, vagy ez most egy extrém helyzet, amit történik? Nem gondolom, hogy extrém a helyzet. Hatások egymásra lapolódnak, tehát ez a kánikula és az a szárazság, ami ugye az elmúlt hetek csapadékmentessége miatt kialakult. Ez tevődik össze azzal a helyzettel, hogy a rendszereink öregek, elavultak, fejlesztésre szorulnának, tehát azokon a településeken jelenik meg azért itt a Pest megyei települések esetében, amik ugye felkapott települések, egyre többen költöznek ki, egyre magasabb helyre építkeznek, és egyszerűen az ellátó rendszer kapacitása nem elégséges ezeknek az ingatlanok kiszolgálására. Fejleszteni kellene, bővíteni kellene, új kutakat kellene fúrni, vagy tározókat kellene további magasabb pontokra létesíteni, és ezekre nincsen forrás. A lakosság meg az olcsó vízzel nem bánik eléggé tudatosan, eléggé takarékosan, és használjuk, mert olcsó. De azért, mert olcsó, éppen miatt nincs elérkendő forrása sem az önkormányzatoknak, sem pedig mi tulajdonosoknak, ellátásért felelősöknek, sem pedig a szolgáltatóknak a fejlesztésekre. Amiről beszél, az úgy tűnik, hogy hosszú távú megoldás, mármint az, hogy mondjuk felújítsunk vezetéket, vagy bármi hasonló. Mi lehet a rövid távú megoldása ezeknek a problémáknak? Hát rövid távon igazándiból sok eszköz nincs a szolgáltatók kezében, csak a korlátozás, és megkérni a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb dolgokra használják a vizet. Természetesen az a fogyasztó, aki egyébként meg rendesen fizeti a vízdíját, jogosan várja el, hogy arra használhassa a vizet, amire szeretné, de sajnos egy ilyen helyzetben ezeket az igényeket vissza kell szorítani, és türelemre kérjük a fogyasztókat, nem a bosszantásokra történik a dolog, tényleg már nincsen eszköz a vízi közműszolgáltatók kezében. Árat nem emelhetnek? Nem. Hát 2013 óta a rezsicsökkentés van, úgyhogy nem, és minden nemű egyéb tevékenység is ára be van fagyasztva, tehát semmilyen egyéb tevékenység árát sem növelhetik a vízi közműszolgáltatók. Tehát magyarul a bevételeik csak, tehát tulajdonképpen a bevételeik ilyenkor mindig nőnek az üzemeltetőknek, hiszen nagyobb a fogyasztás, de hát ez nem egy olyan mértékű bevételemelkedés, amellyel tudná kompenzálni egyébként a veszteségeiket. Jól látom, hogy ez egy 22-es csapdája. Ez így van, ez egy 22-es csapdája, és ez a helyzet csak fokozódni fog, mert nem csak kárnyikulában kell számítanunk ilyen üzemkimaradásokra, tehát az egész ellátás biztonsága van veszélyben, az vízi-közmű üzemeltetők nagyon-nagyon-nagyon-nagyon negatív gazdasági helyzete miatt. Nagy Edit, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára. Köszönöm. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák Anikó. Iskolai bántalmazás miatt vodkával akart végezni magával a 13 éves lány. Miután kiengedték a kórházból, a szülők kivették az iskolából, remélve, hogy a környezetváltozás megoldást jelent. Mindeközben csalódásokat fejezték ki, szerintük ugyanis sem az iskola, sem a tankerület nem segített az ügy rendezésében. A kortárs bántalmazással kapcsolatban Fehér Tibor Dániel klinikai szakpszichológussal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Nyilván mindig az az első kérdés, hogy mi szülők hogyan vehetjük észre, hogyha baj van, és hogyha konkrét esetből indulunk ki, akkor utólag kiderült, hogy már egy fél éve voltak annak jelei, hogy zaklatva van ez a 13 éves kislány, mert hogy tövig rágta a körmeit, nem ment el otthonról. Mit kellett volna tenni a szülőknek, és aztán beszéljünk az iskola felelősségéről?
Mert első körben érdemes akkor a család oldaláról körbenézni a dolgokat. Én kicsit tágabb közegből indítanék, tehát hogy általában honnan látjuk, hogyha serdülők körében elindul egy olyan szintű megküzdés, ami már nem alkalmas, hogy a stresszel szemben megállják a helyüket, és úgynevezett ilyen csődöt mondanak. Például, hogyha azt látja a szülő a gyermeken, hogy túlzottan ragaszkodik a gyermekkori magatartás formákhoz, vagy túlságosan merev, felnőttes, vagy szociális kapcsolatai is inkább ilyen gyermeki üzemmódot tükröznek, vagy inkább nagyobb szerepet játszanak még mindig a szülők, mint a kortársak, vagy például az érzelmeket nehezen fejezik ki. Szintén akkor is érdemes felemelni a fejünket, hogyha azt látják a szülők, hogy más emberek viselkedésének értelmezésében inkább még mindig a saját képzeteire támaszkodik, és nem annyira tudja azokat kritikusan megítélni. És szintén a szülőnek, illetve az átlag környezetnek is jelzés lehet, hogyha ez a jövőre irányuló tervében inkább még ilyen ábrándozás van jelen sem, mint konkrét célok. És egyértelműen látszanak ezek a bénító gondolatok is, amik egyáltalán a jövőre való felkészülésben tudják őt gátolni. És általánosságban, ha azt látjuk, hogy arról számol be, hogy a cselekedetei túlnyomó részt úgy érzi, hogy nem maga határozza meg az ő akaratán kívüli, akkor felemelhetjük a fejünket arra, hogy itt az úgynevezett ilyen serdülőkor vészjeleivel állunk szemben, amikor érdemes például a szakember segítségét kérni. No, de azon túl, hogy a szülőn vagy a család mondjuk ezt észreveszi, mi az a közbelépési pont, amikor azt a gyermeket el kell vinnem pszichológushoz, vagy mondjuk ki kell vennem a környezetéből, honnan tudom, hogy nem ártok-e azzal még inkább egy serdülőnek? Igen. Itt kicsit az első és a másodfajú hibáról érdemes beszélni. Tehát, hogyha úgy megy valaki pszichológushoz, például mondjuk az iskola pszichológushoz, aki helyben van, jobban rálát a környezetre, hogy nincs gond, akkor még mindig kevesebb kárt teszünk, mint az, hogyha nem vesszük észre. Tehát azt szoktuk gondolni, nyilván, hogy mindenféle beavatkozásnak van valamilyen idézőjelbevett költsége vagy lelki megterhelése, de ebben az esetben érdemes nem kockáztatni. Mindenképp keresünk fel szakembert, pont azért, mert látjuk most már a nemzetközi kutatásokból, hogy ha nem vesszük észre, akkor milyen hatása lehet. Most csak egy példaképpen említhető a Lancetben jelent meg, ami egy viszonylag nívós pszichiátriai folyóirat, egy 2015-ös kutatás, ami nem csak egy-egy iskolai bullyingot nézett meg, hanem az 1960-as évektől kezdve a 2000-es évek közepéig megnézte, és pont azt találta, hogy az áldozatoknál megemelkedik a szuicidalitást, a gyakori öngyilkossági gondolatok, minden internalizáló zavart, tehát amikor ezt úgy fordíthatnánk talán le, amikor nem kifelé rakják a stressz, hanem befelé, és ilyen szorongásos, depresszív kórképek alakulnak ki, és akár kétszer-háromszor megnő ezeknek a kialakulásának a valószínűsége, ezért érdemes nem várni, a szakember arra van, hogy el tudja különíteni, és itt érdemes a lakóhely szerinti legközelebbi szakembert megkeresni, mégiscsak ő lát rá például az iskolában legjobban a gyermekre, vagy ott vannak a pedagógiai szakszolgálatok. No igen, mennyire van kapcsolatban az iskola ilyen típusú szakemberekkel egyáltalán, hogyha a gyermekemet elküldöm iskolába, akkor ott kiderülhetnek-e, vagy ki kellene-e, hogy derüljön ez a típusú probléma, az zaklatás? Vannak erre jó módszertanok. Tehát nyilván most, hogyha jó gyakorlatot vagy jó példát előveszünk, tehát jobban látjuk ezt a kérdést, de erre való például a Békés Iskolák program. Ez Magyarországon is több intézményben alkalmazzák. Ez gyakorlatilag egy olyan eszköz, vagy egy olyan megközelítés, ami ezt a bántalmazó szemlélő közeg áldozat háromszöget akarja megbolygatni, mert ugye a bántalmazó nem tudja az áldozatot elérni, hogyha a szemlélő közösség egy ilyen be nem avatkozó, nem törődő attitűddel él. De igenis azt mondja, hogy ne legyél bántalmazó, ne viselkedj áldozatként, de ne legyél passzív szemlélő sem, és ez gyakorlatilag a top-down folyamatoktól kezdett, az igazgató bevonásával, az alulról szervező önkéntességgel is él, és így érje el, hogy az iskola egésze váljon az iskolai bántalmazásnak a felszámolójává, tehát az avatkozz be, ne ítéld el a bántalmazást, fékezd meg a bántalmazót, és ezektől a programoktól azt látjuk, és erről született is egy könyv egy amerikai pszichoanalitikus tollából, hogy az iskolai bántalmazási programok általában nem működtek, addig, ameddig ez valóban egy rendszer szintű változás tudott lenni, és nem csak a pszichológus irodájában folyt ez a küzdelem. Erről a programról mindjárt egyébként fogunk bővebben beszélni még az adásban. Végszóra azért egy picit nézzük meg a másik oldalt is, hogy mi a felelőssége vagy feladata annak a szülőnek, akinek a gyermeke az, aki bántalmaz. Hiszen például ebben a konkrét esetben is a bántalmazott kislánynak az anyukája találkozott
ezzel a fiúval, ezzel a kamasz fiúval, aki gyakorlatilag megrántotta a vállát, és kiröhögte, erre ő ugye felpofozta, amiből most újabb rendőrségi ügy van. Tehát, hogy a másik oldalon, hogyha azt látja valaki, hogy a gyermekkel gond van ilyen szempontból, ott mit kell tenni a szülőnek, vagy hogy veszi ezt észre? Nagyon fontos kérdés, mert pont erről nem feltétlenül szoktunk beszélni, félreértés nem esik, az áldozat oldaláról rettentően fontos beszélni, de hogy arról is vannak kutatások, hogy az elkövetőben mit épít ki hosszú távon. Tehát ugyanaz az előbb említett kutatás azt mutatta, hogy itt pedig az externalizáló zavarok nőnek meg, tehát megint lefordítva nem befelé, hanem kifelé rakják a feszültséget. A kriminalitás például gyakrabban előmerül náluk, és pont ezt tudják látni a szülők. Tehát, hogyha valaki mondjuk az életkorát meghaladó szinten lobbanékonnyá vált, nehezebben tudja mentális kontroll alá vonni az indulatait. Azt látják, hogy kisebb dolgok is jobban kizökkentik a nyugalmi állapotából. Ezek mind-mind jelzések lehetnek, és még egyszer mondom, ezek nem feltétlenül azt jelentik, hogy mindenki, aki ilyen jegyeket mutat, az szükségszerűen bántalmazóvá válik. Nagyon gyakran ezek visszaköszönnek. Illetve, hogyha ránézünk arra a családi közegre, honnan ezek a gyerekek jönnek, sokszor ott is előfordulhat valamilyen indulat és érzelem szabályozási nehézség, vagy valamilyen bántalmazás, és ezzel nem feltétlenül azt mondom, itt a családra kell rakni a fókusz, nyilván ez rendszer szintű nehézség, de elengedhetetlen része annak, hogy erre a szülő odafigyeljen, pont azért, mert azt látni a kutatásokból, hogy a gyermekeknek ezek a családi szülői minták, ezek nagyon mélyen benne lehetnek a mintázataiban. Fehér Tibor Dániel klinikai szakpszichológus, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Egy iskola nem attól lesz békés, ha iskola őröket alkalmaz, és nem is attól, ha a homokba dugja a fejét, és úgy tesz, mintha náluk minden a legnagyobb rendben lenne. Sajtóhírek egyre több kortárs bántalmazási esetről számolnak be, ahol gyakori kritika a szülők részéről, hogy az iskola nem tett semmit. Erre jelenthet megoldást egy amerikai mintára kialakított magyar program, amelynek testre szabásával bármelyik iskola lecsökkentheti a falai között megjelenő bulingot. A részletekről Adler Katalint, a Békés Iskolák program és a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. Koordinátorát kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem sokkal ezelőtt Fehér Tibor Dániel klinikai szakpszichológussal beszélgettünk egy konkrét ügy kapcsán, ugye egy 13 éves lány vodkával akart végezni magával, mert hogy bántalmazták, mint utólag kiderült, már legalább fél éve. És a szülők okolták az iskolát is. A pszichológus kolléga egyébként pont ezt a programot említette, ami megoldás lehet, vagy segítség lehet az ilyen helyzetekre. Miről szól ez a program? A Békés Iskolák program alapvetően prevenciós program. Van intervenciós eleme is, tehát amikor már sajnos a bullying mégis kialakul a közösségben, akkor hogy válaszoljunk rá. De nagyon-nagyon fontos lenne felhívni az iskolák figyelmét arra, hogy időben lépjenek. Sokszor megkeresnek bennünket azzal, hogy náluk már nagyon-nagyon elhatalmasodott az iskolai közösségben a bántalmazás. Gyorsan segítsünk. Hát ilyen esetben nagyon nehéz már bármit tenni, ugyanis a megelőzés, a jelenség felismerése és a közösség aktivizálása a legfontosabb feladat. Mire gondolok itt? Megtanítjuk a pedagógusoknak elsősorban, ők pedig aztán a gyerekeknek felismerni a bántalmazást, nem olyan egyszerű egyébként, megkülönböztetni a konfliktustól például, ami szintén nem triviális, és a bántalmazó és az áldozat mellett mi kiemelten sokat foglalkozunk a szemlélőkkel, vagyis a többi gyerekkel, akik jelen vannak az esetek 85-90%-ában a bántalmazásoknál, hogy ők megfelelően reagáljanak, hogy ők leállítsák a bántalmazást. Ezzel a pedagógusok erejét is megsokszorozzuk, hiszen nem tudnak mindenütt ott lenni, és azért jellemzően a bántalmazások nem a pedagógusok óra előtt történik, ezért is ugye nehéz felfedezni, és későn kerül szakemberek tudomására ez a jelenség, hanem a jelenlévő többi gyerek szemléletét kell megváltoztatni, és őket képesíteni arra, hogy leállítsák a bántalmazást. Igen, nagyon nehéz kérdés, abból a szempontból is, hogy a gyerekek körében, pláne mondjuk a kiskamaszok körében, hogyha mondjuk lát valaki ilyet, és jelzi az adott tanárnak, akkor rögtön az majd már árulkodsz.
Igen, hát ez is a tudatosítás. A gyerekek nagyon-nagyon nyitottak, és nagyon sok mindent meg tudnak érteni. Az osztályfoglalkozások egyik kiemelt témája megkülönböztetni az árulkodást a segítségkéréstől. Hogyha ez az egész közösségben közös tudássá válik, hogy ez nem ugyanaz, és a bántalmazás az egy nagy baj, aminél, hogyha szólunk, az nem számít árulkodásnak, akkor lehet rajta változtatni. Nyilván egy 8. osztályos, aki most hall először erről, neki már nehezebb a szemléletét megváltoztatni. Ezért nagyon fontos, akár már óvodában is, és végig az alsó tagozaton és iskolai szinten ezt a jelenséget megismertetni a gyerekekkel. Hogyan? És hát ugye, bocsánat, nagyon fontos, hogy a pedagógusok reakciója milyen. Mert ugye nagyon sokszor, amikor a gyerekek jeleznek, ezt gyerekektől tudjuk, szülőktől, és hát pedagógusok is beszámolnak róla, hogy ők maguk mondják, hogy ne árulkodj. Tehát a gyerek jelez, tehát ezért mondjuk mindig, hogy a pedagógus a kulcsfigura. Ez a program ugye egy ilyen kvázi kísérleti program. Mi kellene ahhoz, hogy egy ilyen típusú program mondjuk elterjedjen? Egyáltalán mennyi idő az, hogy elterjedjen országosan egy ilyen? Hát tudni kell, hogy mi egy önkéntes szakmai csapat vagyunk, semmiféle állami támogatást nem kapunk, és így nyilván nagyon lassan tudunk haladni. Zuglóban kapunk az önkormányzattól támogatást a program megvalósítására, illetve most a 8. kerület két iskolában megvalósítja, de persze országosan is több helyen azért van, amikor a tankerületek egy-egy kezdeményezést támogatnak, de hogy ennek nincs egy országos szinten átfogó koordinációja. Hát én azt gondolom, hogy ehhez először is egy akarat kell, egy kormányzati központi akarat, és már a tanárképzésbe bele kellene építeni ezeket a tudásokat, hogy ne utólag, akár sok esetben megkésve kelljen megtanulniuk, elsősorban a pedagógusoknak ezt a jelenséget felismerni és kezelni. Igen, mondjuk szegény pedagógusoknak van most épp elég más problémája. Adler Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot! Szép napot önöknek is! Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző. Nagy Teodóra szerkesztővel köszöntelek itt is. Én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is. No, miközben mi itt gyártottuk a híreket, te vadó kerested a többit, mi mindent találtál? Egy nagyon érdekes kutatást találtam, a Nézőpont Intézet kérdezte meg a magyar polgárokat arról, hogy különböző közéleti szereplők mennyire békepártiak, és az jött ki eredményképpen, hogy Orbán Viktornál csak Ferenc pápa békepártibb. És tehát a magyar választók többsége, a 78% látja úgy egyébként, hogy Orbán Viktor a békepártján áll, és 83% gondolja azt, hogy Ferenc pápa is a békepártján áll. Ki jön utána? Utána, mondom... Ja, most megfoglak ezzel, igen, most ne haragudjál. Igen, mert hogy igazából... Rákeresek majd közben igen, én igen, is. Igen, hogy kik vannak még. Azt, hogy igen, tehát hogy kerül egyáltalán egy papírra, tehát hogy így x-ed már be, hogy van Ferenc pápa, vagyok, Orbán hogy, Viktor, igen. Meg még, és ki, igen. Igen, tehát. És hogy a maradék mondjuk 17% az miért gondolja azt, hogy a Ferenc pápa a háború oldalán áll, tehát hogy arra is, igen, ez is, arra is egy érdekes lennék. Kérdés. Mondom, Emmanuel Macron igen. Is itt van, aztán Olaf Scholz, Márki-Zay Péter is rögtön, egyébként ő tessék, ő a negyedik a sorban, 34%-uk gondolta azt, hogy inkább békepárti. De itt van mögött egy Gyurcsány Ferenc, Zelenszky, hát ez is nagyon érdekes, vagy Joe Biden, Soros György, hát na, Putyin is. Putyin is rajta van, mint a békepárti. Érdekes az összeállítás is, mert hogy ugye hazai... Mondjuk azokkal elbeszélgetnék azzal a 15%-kal, aki szerint Putyin békepárti.
Igen, kíváncsi lennék én is. Szerintük mi lenne, ha nem lenne békepárti? Igen. Na mindegy, izgalmas. Hát lehet, hogy akkor kijön a matek, tehát hogy ott megvan az a 17%, aki szerint meg a Ferenc pápa nem békepárti. Ja, lehet. Tehát, hogy így egy közös halmast alkotnak, és az a maradék 300 vagy 2-3%, az nem tudom, hogy hova tűnt, vagy mit gondol. Igen, hát vannak itt ilyen tanácstalanok is szerintem, konkrétan Ferenc pápát veszem, hogy 83% mondja, hogy békepárti, és 3% mondja azt, hogy háborúpárti, se nem értem, velük is érdemes lenne elbeszélgetni. Tehát ott azért van jócskán még 14%, aki nem tudja, igen, ki Ferenc pápa. Igen, módszertanra is kíváncsi lennék, mert hogy állították össze egyáltalán ezt a kört meg stábot, akikből választani. Igen, meg az is, hogy ott van Gyurcsány Ferenc, de Macron is, szóval, hogy hazai és nemzetközi, meg az, hogy például a Márki-Zay Péternek és Gyurcsány Ferencnek ráhatása az eseményekre Magyarország szempontjából is, hát minimális, mivel hogy nem ők vannak kormányon. Szerintem kimondhatjuk, hogy nincs. De... Igen, és hogy miért kellett őket mondjuk belevenni ebbe a kutatásba. Hát, hogy kiderüljön, hogy ők mennyire háborúpárti a kormány Viktorhoz képest. No, zárója bezárva, lépjünk tovább. Mit találtam még? Ezen kívül, hát van egy nem túl jó hírem, hogy marad a meleg továbbra is. Ha valaki esetleg nem tudta volna. Viszont van egy nagyon érdekes téma, megkért. Tegnap volt azt, hogy a Ryanair Majorkára tartó gépéről leszállítottak egy utast. És most az utazómajomnak megszólalt ez az utas, és elmesélte a kálváriáját, mert hogy túlfoglalás történt a gépen, ami elő szokott fordulni, hogy több jegyet adnak el, mint a hány utas megjelenik, de hogy ez ki van kalkulálva, hogy valamennyien nem fognak majd ténylegesen felszárni egy ilyen 10%-os lemorzsolódás, mint az ilyen különböző Facebook eseményeknél, hogy úgyis kevesebben jönnek el, mint ahányan visszajelölték, hogy eljönnek. Na most ezen a gépen mindenki megjelent, vagy hát pont annyian, hogy egy utas konkrétan nem fért fel a gépre, és leszállították, és alapból egy eleinte úgy volt, hogy megkérték, hogy valaki szálljon le, mert hogy meghibás a gépről, mert hogy meghibásodott valami. Aztán mondták, hogy adnak 250 eurót, ha leszáll, és akkor biztosítják az átfoglalást, hogy más géppel el tudjon jutni. Aztán mondták, hogy az utolsó utast fogják leszállítani. Aztán kiderült, hogy az utolsó utasok azok családok, akik legutoljára csekkoltak be. Az nyilván nem megoldható, hogy családokat nyaralás előtt így szétszakítsanak. És akkor a végén kisorsoltak egy szemét, aki egyedül utazott, aki egyébként Majorkán dolgozik, meg él igazából életvitelszerűen, és aztán elmondta, hogy is jutott el a vágyott állomásra, és tehát borzalmas körülmények között kellett neki A-ból B-be eljutni, és hogy alapból azért kellett Magyarországra jönni, mert hogy a kislánya beteg lett, és itthon akarták kezelni, és hogy minden egy ilyen hirtelen alakultak a dolgok, és az és fog valamennyi kártérítést kapni egyébként, de nem automatikusan, hanem neki kell írni, utána járni, könyörögni, és hát nyilván az nem fogja fedezni annak a költségeit, ami az átfoglalással jár. Tehát egy hatalmas ráfizetés volt az egész. Tehát ő most a Ryanair-t az biztos, hogy nem. Mindeközben szereti. Pont nézem, igen, hogy így eszembe jutottad, hogy írt nekem is a Ryanair, hogy legyek kedves befizetni ezt az adóból származó nem tudom mit, mert hogy nem tudták megterhelni a kártyámat, amit nem értek, hogy miért nem egyébként. Ugye van egy foglalásom októberre, mennék 2 egész napra pihenni Olaszországba, és egyébként két félelme is van az embernek. Egyrészt, hogy vajon a levél nem valami adathalász levéle, tehát ezt így rögtön próbálja szerintem az ember csekkolni, hogy hova fogok utalni pénzt. Miért nem tudták egyébként levenni ezt a pénzt, és mi van akkor, hogyha indulásig nem fizetem be ezt az összeget, amiről egyébként nem írnak nekem itt, tehát csak tudom magamtól, hogy azt hiszem 3900 forint, de nem írja a hivatalos levél, szóval ez is érdekes. Hát meg addigra mi van, hogyha ugye a fogyasztóvédelmi eljárás végére. Akkor várjak vele szerint? Szerintem én várnék, mert hogy emiatt, tehát hogy szerintem nincsen a szerződési feltételekben, hogy törölhetik a
Mert hogy a viteldíjat azt kifizetted? Azt ki. Egyébként. No, mindeközben itt már kuncog velünk egyébként Eldézsi Zoltán is. Megszakítalak így a böngészésben, hogy maradjon neki is egy pici ideje arra, hogy elmondja, hogy mi lesz a bisztróban. 5 perc múlva köszöntünk. Sziasztok, és arra, hogy elmondja azt, hogy aki nem ül repülőgépre, mint én, az olyan nagyon kívülről nézi ezeket a dolgokat. De miért nem ülsz repülőgépre? 2016-ban, amikor Rio de Janeiroból hazajöttünk az olimpiáról, 14 óra a levegőben, végig turbulenciában, Csernus Imre mellett ülve, és akkor azt mondtam, hogy én többet nem ülök repülőgépre. Várj, ha Csernus sem tudta feloldani ezt egyébként, hogy neked milyen gondjaid vannak a repülésre, akkor ki? Szerintem olyan nagyon nem is akarta, inkább egy picit ijesztgetett, hogy nyugi, azt mondja, ha leesünk, föllép az oxigén hiányos állapot, úgyse fogod érezni, meg ilyeneket mondott. Tök megnyugtató. Úgyhogy innentől kezdve én akkor megfogadtam, hogy soha többé nem ülök repülőgépre, és 6 éve tartom ezt, és nagyon nem is hiányzik, hiszen Nemes Medvestől Batonyáig annyi szép dolog van ebben az országban, de no, nem emiatt ültettél most ide, úgyhogy gyorsan elmondom, hogy a bisztróban a többi között például majd Kautsky Armanddal fogok beszélgetni, aki szerintem a legszebb hangú magyar színész, és nyugodtan lehet velem vitatkozni. Akár az nektek... egyik, és akkor így jó, szerintem az így egyik kiegyezünk. Legszebb hangú, és egy jóttal a legszebb számodra hangú. Számodra a legszebb hangú. Igen. A számodra egyik legszebb hangú. Számomra biztos, hogy a legszebb, de egyébként meg az egész csáv olyan, mint egy angol lord, a megjelenése is, a hangja is. Jaj, nagyon kedvelem őt, igen, dolgoztam vele. Aztán az egyik kedvenc zenekaromnak az egyik kedvenc zenésze is itt lesz velem, a Kowalski meg a Vegából Jimmy. Na, mit tud, a sztárparádéd van. Hát tudod, nyár van, ilyenkor tényleg lehet olyan témákkal foglalkozni, amik könnyedek, de beszélni fogunk arról is majd, hogy Tom Jones, aki már 82 éves, Budapesten fog koncertezni pár hét múlva. Wow, és na, arra elmennék. Milyen állapotban van? Szerintem még elmehetsz, én úgy tudom, hogy néhány jegy még talán van. Úgyhogy ezeket ajánlanám így elsőre, de lesz azért komoly témánk is, mégpedig az, hogy ugye volt az a bizonyos kisfiú, akinek sajnos nem lehetett az életét megmenteni egy allergiás roham után, okay, és most van egy új javaslat, hogy minden iskolában és óvodában legyen ez az úgynevezett EpiPen, tehát ez az automata injekció, ami adrenalint juttat a szervezetbe, és megmentheti a gyerek életét. Úgyhogy reméljük, hogy el fogják fogadni ezt a javaslatot jövő héten az országgyűlésben. Újpesten már csinálják, és ott már mentett életet ez, tehát hogy biztos, hát, hogy jó, igen, dolog. Ahol van mondjuk tanár, hogy ezt beadja, és akkor gyönyörűen visszakötöttem az aktuál mai témájához, Nagy Teónak égnek áll a haja tőle, aki szerkesztett ma is, nagyon szépen köszönöm a munkáját, ahogy Tóró Nikolettnek is köszönöm, ő volt a segédszerkesztőnk, Kammer Jonatán pedig a technikai dolgokat felügyelte, és fogja is most, maradjanak velünk, hiszen Eldézsi Zoltánnal indul a bisztró. Szép